újraélesztési és elsősegélynyújtási vetélkedőt tartottak a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban. Az újraélesztés világnapján irodai kórházi dolgozók csapatai versenyeztek komoly szakmai zsűri előtt. Összefogásban megvalósult egésznapos családi kvaterkát tartottak a Széchenyi városban. A lendületben a Széchenyi városért egyesület először rendezte meg a programot hagyományteremtő céllal. Harmadik alkalommal szervezték meg a helyi termékfesztivált Matkón szombaton. A helyi termelők az eseményen jótékonysági vásárt is tartottak az óvoda javára. 2027-ig 19,3 milliárd forintos forrás áll majd Kecskemét rendelkezésére városfejlesztési programok megvalósítására. A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén napirenden szerepelt a TOP plusz Kecskemétnek járó forrás keretének felosztása is. Szombaton tartotta meg az első zöld civil pikniket az Erdőparkban a Zöld Küldetés Egyesület. A szervezetek tagjai és önkénteseik gondoskodtak arról, hogy igazi családi napot hozzanak létre a kecskeméti fürdő mögötti területen.